Sziasztok! Idén is van Influencer Fesztivál, ahogy kitalálhattátok, ez az akváriumban kapott helyet 2019-ben, és a legjobb érzés az, amikor a második alkalommal lehetek valahol, tehát most is felkértek arra, hogy legyek a Creator Tracknek a műsorvezetője, társműsorvezetője és moderátora is egyben. Láttátok, hogy indult a nap, gyorsan még Szirit természetesen levittem, megetettem, ittunk egy jó kávét, benéztem a termekbe, ahol Istenes Bencének nagyon jó beszélgetése, előadása volt, és most pedig megmutatom, hogy milyen a nap, backstage dolgok, lesznek interjúk influencerekkel, celebekkel, úgyhogy mindenféleképpen tartsatok velem, mert a végén fogom megmutatni, hogy kinek mi a fő üzenete Bencének, Puskás Petinek, másoknak is. Kezdjük el! Megbeszéltük Orsival, a társműsorvezetőmmel, hogy hogy legyen a nap, hogy fogjuk felosztani, hogy ki mit konferáljon be, és most meg bemegyek, megnézzük, hogy milyen a terem, ahol mi leszünk. Ugye ez a belső részem van, amúgy itt vagyunk bent, a nagyhalban vannak előadások, és a másik a Volt Lokál, menjünk is be. Lokálban még teljes sötétség, úgyhogy nem tudom nektek megmutatni, úgyhogy jöjjenek egy kis bírólok, hangulatképek, hogy milyen az esemény. No, már egy kis fény van, itt vagyok a Volt Lokálban, ahol lesz a Creator Track, aminek az egyik társ műsorvezetője vagyok. Az első előadás nagyon érdekes lesz, illetve nem is előadás, még sosem csináltam ilyet. Dorinával és Ábellel meg fogjuk mutatni élőben, hogy milyen egy tartalomgyártás, videógyártás. Megmutatjuk az eszközöket, hogy mikkel veszünk fel egy videót, hogy veszünk fel, miért fontos, hogy legyen egy mikrofon. Sőt, az előbb nem kapcsoltam be a mikrofont, ugye ez is egy óriási, amit nem szabad véteni, utána meg felveszünk valamit, utána felveszünk egy videót, és megmutatjuk, hogy milyen, hogyha használunk mikrofont, hogyha csak a kamerának a mikrofonja, és tőlük is megkérdezem, amit a végén már Istenes Bence pamkutyáiktól, Puskás Petitől is, mindjárt kezdünk. Sziasztok, üdvözöllek én is, titeket engem Szántó Péternek hívnak, én leszek a mai napnak az egyik házigazdája Orsi mellett. Egy kérdés, tehát hogy most az a lényeg, hogy teszteljük, hogy az a mikrofon mennyit veszel belőle, igen, ugye? Meg az. Jó, attól még beszélhetek ebbe, nem. Mert ez nem kerül bele, nem? Az nem kerül bele, így van. Vagy a többiek hallják, így van. Sikeres volt a felkonferálás, meg volt az első rész, moderáltam is egyet, ezt megmutatunk, hogy kell videót gyártani. Majd be fogok vágni onnan néhány gondolatot, de csak a videó végén. Az utolsó kerekasztal zajlik, ami engem amúgy nagyon érdekel, mert a YouTube-on való műsorgyártásról szól. Ugye a villámkérdések is ilyen, hogyha amúgy nem ismernétek ezeket a beszélgetős műsoraimat, akkor ide linkelek most egyet, illetve nézzetek meg jó sokat. Páran a kerekasztal részvevők közül is amúgy már a vendégeink voltak. Szíri jól bírta a napot, bár néha azért vakkangott, meg hiszt is volt. Fárasztó, de én nagyon élvezem ezt az egészet. És ezután fog jönni Shane Toussaint-nak egy performance-ról szóló workshopja, azt is meg fogom nézni. Így a videó vége felé elérkeztünk ahhoz, ahol bevágom nektek, hogy mit válaszoltak az influencerek. Arra kérdés, hogy milyen egy ilyen fő üzenetük van, vagyis... Mi az a fő üzenet, amit az egész Influencer Fesztivál kapcsán át szeretnél adni? Non-fluencer vonalat is említettétek.
Legfőképpen szerintem egyébként ennek a nonfluencer talán a legfontosabb pontja, mert kicsit mindenki erről beszélt, hogy érdekellentétek vannak bizonyos helyzetekben, bizonyos projekteknél az ügynökség, az ügyfél és az influencer között, és például a nonfluencer is ezt szeretnénk egy picit így közelebb hozni, ezeket az érdekeket, mert azt látjuk, hogy a rendszer nem működik a legjobban még, működhet sokkal jobban, és ezen dolgozunk, és szerintem ez a fesztivál sok kérdése választ fog adni. Úgy gondolom, hogy mi az influencerségnek a jó oldalát képviseljük, és ezt szeretném itt bemutatni a cégeknek, meg ügynökségeknek, akik itt vannak nézőként, úgyhogy ezt képviseljük szerintem. Igen, nagyon sok a félreértés itt az influencerekkel kapcsolatban, és nagyon sok negatív dolog terjeng, de úgy gondolom, hogy ha tényleg jól átnézi az ember, hogy kivel dolgozik együtt, akkor nagyon jó együttműködéseket lehet létrehozni. Reméljük, hogy a jövőben egyre több lesz. Biztosan. Egy nagyon érdekes kis kultúrmisszióba kezdtem én az Instagram oldalamon, ugyanis azt gondolom, hogy nagy felelősségünk van, és hogy tényleges értéket tudjunk adni, nekem ez most a legújabb célom, hogy elkezdtem a szakmámmal kapcsolatban egy kicsikét mozgolódni, ami azt jelenti, hogy szavalok az Instagram oldalamon, és nagyon sok emberhez jut el. Imádom azt, hogy a fiatalok elkezdtek verseket olvasni emiatt, és nagyon pozitív visszajelzések jönnek. Például az, hogy soha nem olvastak verset, és a kezükbe fognak egy verses kötetet. Úgyhogy számomra a legnagyobb dolog most az, hogy egy nagyobb réteghez tudom eljuttatni a szavalást, a verseket, a költészetet. Influencerekkel dolgozni szuper, és nagyon színes, nagyon jó dolog, viszont nagyon vigyázzatok azzal, hogy melyik influencer támogatjátok, éppen a nézettségetekkel, vagy szponzorációval, mert nagyon nagy buktató is vannak. Szerintem fontos, hogy azok a közszereplők felvállalnak személyes dolgokat, személyes történeteket, belemerjenek állni véleményekbe, sőt nem belemerjek, egyáltalán elmerik mondani a véleményüket, és lássunk valamit a világlátásukból. Én azt gondolom, hogy ez az, ami az elmúlt egy évben nálam megtörtént, és nagyon élvezem, hogy megtörtént, és egészen elképesztő, milyen visszacsatolást kapok a követőimtől, hogy mennyire szeretik, mennyire fontosnak tartják, és mennyire tudnak jönni most az én történetemmel, ha már naplóként kezelem a közösségi médiát. Úgyhogy azt gondolom, ez volt a fő üzenet a dolognak, hogy nagyon-nagyon hatással van egymásra az a klasszikus média és az online média, és szerintem egy nagyon jó irányba indult el Magyarországon, és szerintem fontos is, hogy erről beszéljünk, és kijelöljünk utakat magunknak. Nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy a közönség mit kíván tőlünk. Nyilván mindenkinek megvan a saját oldala, van, aki sportos dolgokban segít a követőknek, van, aki a szépségápolásban, van, aki az élet dolgaiban, és azt gondolom, hogy meg kell lennie a balansznak, hogy a követő és az adó között legyen egy csatorna, ami mindig pozitív és mindig segítség a másiknak. Én nagyon szeretem a bloggerkedést, igazából ez a szakmám, bár gimnazista vagyok, de nagyon-nagyon szeretem, mert azt csinálhatom, amit szeretek, és közben nagyon jól érzem magam. Bátran és szabadon mozoghatok ebben a témában, mindig olyan videókat készítek, amik örömmel töltenek el olyan emberekkel, akiket nagyon szeretek, és a legfontosabb az, hogy ezeket mind az emberek nagyon-nagyon szeretik, és ez nagyon nagy boldogság számomra. Én nagyon nem szeretem azt, hogyha engem, mint tartalom előállító, nagyon beskatujáznak, és nagyon megmondják nekem, hogy egy adott szponzorációnál, hogy nekünk ez a fontos. Hiszenem pont amiatt fontos, hogy minden egyes influencer a saját ízlésére, a saját stílusára alkossa meg ezt a képet. Tehát a brief nyilván fontos, de én mostanság amúgy szerencsére ez egyre ritkább, hogy így ennyire megvan nekünk mondva, hogy mit kell csinálni. És azok a kampányok mindig jobban is teljesítenek, ahol szabad kezet kapunk, tehát ahol lehet kreatívkodni, ahol úgymond a cég meghallgatja a te ötleteidet, és szerintem ez azért is fontos, hogy önmagadat tud adni, és ugye azért követnek a követőid, mert téged szeretnek. Nekem kicsit sajátos példám van, mert alapvetően egy vers szerető, egy versíró, versmondó gyerek voltam, és egy hihetetlen jó lehetőségem volt, egy tehetségkutatót megnyertem 4 évvel ezelőtt, és ezen felbuzdulva azt a népszerűséget, azt a hype-ot, amit ez adott nekem, felhasználtam, a különböző közösségi média felületeimet elkezdtem építeni, összekapcsolni, úgyhogy szerintem hihetetlen sok lehetőség és jó dolog rejlik az online világban, meg kell lovagolni mindenkit. Melyik véleményvezérnek tetszett legjobban a gondolata?
nem szeretnék elfogult lenni, de nekem nagyon tetszik az az üzenet, amit Babett mondott, hogy ha már van egy közönséged, akkor valami értékadás, valami különlegeset is tegyél oda, ne csak örökítsd meg a napodat. Bár Gary Vee ugye azt mondja, hogy document don't create, de itt van egy másik módja, hogy ő neki a színészi hátterével mennyire király, hogy a verseket bevitte és megszerettette emberekkel, vagy ahogy Bánki Benni már gyerekkorától a szavalásba teljesedett ki, felfedezték, és utána pedig a közösség erejével tudott a különböző csatornákon kiépíteni egy nagyobb követőtábort. Én ezzel köszönöm szépen, hogy megnéztétek, remélem tetszett a betekintés egy ilyen kicsikét insider oldalról az Influencer Fesztiválba. Ha most találkoztunk először, ne felejtsetek el feliratkozni, de gyertek át Instára és kövessetek be. Köszönöm még egyszer, hogy néztetek. Sziasztok!